kerek pofi, nagy boci szemek, tömzsi test. Sokak számára vonzó kutya tulajdonságok. A népszerűségért azonban az egészségükkel fizetnek ezek a kutyák. Pedig a felmérések alapján a gazdik többsége tisztában van az édesnek mondható külső árnyoldalaival. Az ELTE etológia tanszékén a közelmúltban több kísérletet végeztek rövidórú kutyafajták bevonásával, és fényderült arra, hogy a számos betegség és a rövidebb élettartam ellenére miért is választják sokan ezeket a fajtákat. Van egy úgynevezett cefalikus index, ami a mérőszáma a fejformának. Ez leírja, hogy a fej hosszúsága és szélessége hogy aránylik egymáshoz. Tehát tulajdonképpen azt mondja meg, hogy mennyire gömbölyű és hosszúkás egy kutyának a fejformája. És ez a fejforma mérőszám, ez összefügg a kutyák látási képességével, ez nagyon érdekes dolog. A rövidebb fejű kutyáknak a retinájának olyan a felépítése, ami egy élesebb, fókuszáltabb látást feltételez. Tehát ők jobban tudják fókuszálni a figyelmüket a látótér középpontjára. És végeztünk egy olyan vizsgálatot, hogy van-e összefüggés a fejforma és a szemkontaktus felvétel között emberrel, és azt figyeltük meg, hogy igen, ezek a kutyák, ezek gyorsabban veszik fel a szemkontaktust az emberekkel, és ez előfordulhat, hogy a látás élességükből adódik. Ez a szemkontaktus, ez fontos lehet, ez hozzájárulhat az ő népszerűségükhöz, hiszen a szemkontaktus felvétel, az fokozza a kommunikáció és a tréningnek a hatékonyságát. A szemkontaktus felvételével továbbá mindkét félben emelkedik az oxitocin szint, ami által erősebb kötődés alakulhat ki a felek között. A szemkontaktus felvétel ez egy nagyon egyszerű teszt volt. Úgy nézett ki, hogy először a kísérletvezető dobott egy jutalomfalatot a földre, majd várt szótlanul és mozdulatlanul, hogy a kutya szemkontaktus létesítsen vele. Hogyha ez megtörtént, akkor dobott egy újabb falatot. És ez a teszt ez vagy 15 szemkontaktus felvételéig, vagy maximum 5 percig tartott. Hiszen, hogyha egy kutya nem akart szemkontaktust létesíteni, nem erőltettük, tehát akkor 5 percig semmi nem történt igazából a tesztem. Na figyelj, Monti, figyelj! Nézd csak! Nézd oda, ez így nyílik, belerakom, most már nincs a kezembe. Jól van, tied, szaladjál is ki. Azaz, nagyon ügyes. Az ELTE kutatói kíváncsiak voltak a francia és angol buldogok, valamint a mudik probléma megoldó képességére is. A probléma feladatban problémadobozokat használtunk, ez 3 különböző doboz volt, és a kísérletvezető először megmutatta a kutyának, hogy ez így nyílik, utána pedig 2 perce volt a kutyának, hogy megpróbálja kinyitni. És a buldogok sokkal kevésbé voltak sikeresek a doboznyitásban, mint a mudi, aki egy hosszabb órú fajta. És sokkal gyakrabban néztek az emberekre, akik mögöttük álltak, ugye a gazda és a kísérletvezető. A kutatók megállapították, hogy a feladat megoldás során fellépő nehézségek és a segítségkérés céljából történő szemkontaktus keresése a gazdákban csecsemőszerű viselkedés benyomását keltheti, ami hajtóerő lehet abban, hogy úgy érezzék, a kutyájuknak szüksége van rájuk. Mindemellett 92 családi kutya bevonásával az is kiderült, hogy a fejforma az alvásra is nagy hatással van. Egy alvási EEG felmérést végeztünk el. Ez is egy nagyon egyszerű vizsgálat. Úgy kezdődik, hogy elektródákat ragasztunk a kutya fejére. Ez egyáltalán nem fájdalmas a kutyának. Tehát a megfelelő helyre felragaszgatjuk ezeket a tappancsokat. És hogyha ez megtörtént, akkor becsukjuk a gazdát és a kutyát egy sötét szobába, egy puha matracra, és 3 órán keresztül nem történik semmi. És ettől a semmittevéstől a kutya elalszik. És alvás közben mérjük az agy hullámait, különös tekintettel a REM fázisra, ami az úgynevezett Rapid Eye Movement fázis, vagyis gyors szemmozgásos fázis, aminek az a különlegessége, hogy ez alatt az agy tevékenység az hasonló az ébrenlét. Hát az álmok is ekkor jelennek meg, csak gyors szemmozgás jellemzi, illetve az izomtónus lecsökken. És azt figyeltük meg, hogy a rövidebb fejű kutyák, tehát igazából ez a fejforma mérőszám, ami összefüggött a hosszabb REM fázissal. Tehát úgy néz ki, hogy ezek a kutyák megmaradtak egy ilyen kölyökszerű alvás mintázatnál, hiszen az újszülöttekre jellemző az, hogy ők hosszabb időt töltenek a REM fázisban. A vizsgálat további eredménye, hogy a rövidórú kutyáknak az agyhullám mintázata és gyakoriságának arányai úgy változnak meg, amit korábban a rosszabb tanulási képességgel hoztak összefüggésbe. Úgy fog kinézni ez a kísérlet, hogy egy tányért fogok pakolgatni, hol jobbra, hol pedig balra, és mindig csak az egyik oldalon lesz majd benne a jutalom. A rövidórú kutyákkal kapcsolatos 4. kísérletben a látás élesség is górcső alá került.
Azt figyeltük meg, hogy ez a fejforma mérőszám ez összefügg az úgynevezett spatial bias-nek a kifejeződésével. Ez ilyen térbeli elfogultságnak fordítható magyarul, és arra a jelenségre utal, amikor például rámutatunk egy tárgyra, akkor a kutyák ezt a mutatást irányjelzésnek értékelik. Tehát, hogy a helyről szóló információként fogják fel, még mondjuk a kisgyerekek a tárgyra vagy a tárgy jellemzőire vonatkozó információként. És azt találtuk a vizsgálatban, hogy a kutyák is gyorsabban tanulnak helyről információt, viszont a rövidebb fejű kutyáknál ez kevésbé volt jellemző. A kutatásokból jól látható, hogy számos tényező hat egyszerre a kutya és az ember kommunikációjára. Mielőtt azonban kis kedvencet választunk, fontos lenne szem előtt tartani, hogy a kerek fejformára való tenyésztés a kutyák agyának torzulásával, légzési nehézségekkel és alvás problémával jár.